Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és folytassuk a kis beszélgetésünket, amit elkezdtünk az előző két videóban. A mostaniban arról lesz szó, hogy hogyan legyünk mi a megoldás a problémára, és hogyan segít ez minket ahhoz, hogy, hogy újra sziporkázunk, hogy újra kijöjjön belőlünk a skill. Ugye most arról van szó, hogy olyan, olyan Játékosról beszélünk, akiben már benne van a skill, aki, aki már járt egyszer a csúcson, csak ugye útközben elfelejtette, hogy hogy kell oda menni, és, és az előző két videóban is arról beszéltünk, hogy milyen megoldások lehetnek esetleg arra, hogy újra felkerüljünk arra bizonyos csúcsra, és a mostaniban arról fogunk beszélni, hogy a probléma, hogyha mi vagyunk a megoldás egy bizonyos szituációra, problémára, hogyan segíthet ez. Hogy újra föl arra bizonyos ranglista elejére. Nos, a játékok, amiket látod, BF3, nem tudom, olyan, olyan rám támadt a nosztalgia, nem, nem is a nosztalgia, hanem inkább inkább az, hogy a csomó játékkal játszok, és szeretném, hogyha ti is látnátok ezeket a, a játékokat, úgyhogy, úgyhogy, egy kis változatosságot láthatok ebből a szempontból, és, és hát élvezetek a műsort, mert a, a, a játék, amit itt láthatjátok, az az, amikor úgy megulom, hogy folyamatosan újra kell tölteni, ezért nagyon megszerettem az M240B-t, hatalmas lagok közepette, mert, mert, Angliában ilyen minőségi az internet szolgáltatás, és szóval újra megszeretem, megszeretem az M240B-t, mert azt nem kell újra tölteni, és ebből érdekes megoldások születtek, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó kis játék, játékmenetek. Élvezetek, úgy az egészet a anköplöt. szerintem egy érdekes témáról fogunk most beszélgetni, de mielőtt ebbe belevágnék, szeretném tőletek megkérdezni, hogy volt-e már olyan helyzetetek, hogy hogy szerettetek volna valahogy nagyon játszani, most azt mondtátok, hogy na no, most elkezdik ez a játék, és így fogok játszani, így szeretném, hogy így legyen, az ott úgy lesz, ez itt így lesz, és minden klappolni fog, és minden tökéletes lesz, és újra, és én leszek az első szóval, volt olyan játék, amire így a fejetekbe vettétek ezt, és, és, a végén nem úgy lett, és, és kíváncsi vagyok, hogy, hogy rájöttetek, -e, hogy miért nem lett úgy, és arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan másztatok ki belőle. Szóval mi volt a megoldásatok arra, hogy, hogy kimásztatok? Mert ugye Hogyha nem úgy megy a játék, ahogy szeretnénk, akkor értelemszerűen tompábbak leszünk, elkezdjük nem élvezni, miért nem sikerülnek. Tehát ilyen folyamatos, ilyen kis mini negativitások járnak a fejünkbe, amik egyre-egyre megakadályozzák, hogy, hogy kijöjjön belőlünk az, ami már eleve bennünk van, az a skill. És, és, és akkor sokszor ugye gondolkodunk azon, hogy baszki, de hát ez nekem megy, de hát én ezt tudom, és mégsem, mégsem úgy alakul, ahogy szeretném. És erről fogok most beszélgetni. Ezt a, a témát szeretném egy kicsit körbejárni. Szóval, amíg azon gondolkodtok, hogy nektek volt -e ilyen kis szituációtok, addig én kifejtem a saját uh, meglátásomat erről a dologról. Aztán mindenki azt az üzenetet érti belőle, amit, uh, amit szeretne uh, érteni. Nos, uh, ugye a kérdésben, amit feltettem, abban sok szeretnék uh, volt, és erre szeretném egy kicsit kiélezni a, a, a hangsúlyt, hogy, hogy Uh, ugye én is sokszor elkezdtem játszani, és azt mondom, na, no, ebben a játékban ilyen leszek, így szeretném csinálni, így akarom csinálni, ott leszek, és ezt csinálom, és így fog történni, és én leszek a legnagyszerűbb. És valahol, valahol útközben közben megakadt a processz, és, 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 és a ritmus, a, a, a felépítés az egész tervben, amit megalkottam, valahol levstimmelt, és, és, és egyre inkább kezdett lejjebb menni az önbizalmam, nem ment a játék, és a többi, és a többi, és, és nem értettem, hiszen azért a tapasztalatom megvan, rossz játékos sem vagyok, és, és, és mégse úgy megy, hogy a játék, ahogy, 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 mennie kell, és ez, ez azért elég zavaró tudni mert élvezem azt a játékot, szeretem azt a játékot, és szeretném, hogyha jól menne. Na most, ha, ha figyeltétek az előző mondatot, hogy sok szeretném, és akarom volt benne, és, és az egésznek meg lehet, hogy ott van a problémája. És akkor kérdezhetitek most, hogy jó, hát persze, de hát én azért játszom, hogy én elvezzem a játékot, azért játszom, hogy szeressem azt a játékot, és azért játszom, hogy, hogy, hogy én legyek jó abban a játékban, de már eleve amúgy is jó vagyok, és én szeretnék jó lenni, megint csak ebben a játékban, és én szeretném, hogy én elvezzem. És, és erre, erre, erre talán mondok egy ilyen másik twistet, hogy mit gondoltok, hogy miért van az, hogy egyes emberek első helyen és tizedik helyen kötnek ki ugyanabban a játékban. És tulajdonképpen azért van, mert mindenki szeretné, hogy jó legyen, de egyeseknek van rá megoldásuk. Hogy jó legyen. Hogy mire? Mire gondolok ez alatt, hogy van rá megoldásuk? Hogy ők ö, jók legyenek. Az az, hogyha felismerjük az adott szituációra, hogy ott probléma van, és a problémára megoldást hozunk. Mire gondolok itt? Például, akár ennél, akár ennél a kis játéknál is. Uh, ugye meguntam azt, hogy fontosan újra kell tölteni, mert olyan pályákon játszottam, ahol multikillekre lehetett lehetőség, vagy legalább arra, hogy egy, egy komolyabban felépített késztriket uh, csinálhassak, és azzal, hogy egy olyan fegyvert hozok, amit folyamatosan újra kell tölteni, ezt nem tudom elérni, és gyakran lelőttek. Na most akkor meguntam, és hoztam egy M240-est, és akkor az, azt nem kell újra tölteni, ráadásul még x szendet megzet is hoztam bele, 100 golyó 200 et és végképp nem kellett újra tölteni, úgyhogy alkalomattán alkalom nyílt arra, hogy egy bizonyos multi kell a, 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 statomat. Úgyhogy ez volt az én megoldásom arra, hogy, hogy jobban teljesítsek a játékban, hogy újra felhozom. De itt, itt, a másik példa, mondjuk tegyük fel egy conquest játszol, és tudod, hogy neked a cél a favorit helyed, ott mész, ott vagy a legjobb, azt a részt ismered a legjobban, ott tudod az Istenit nyújtani, de valamiért célnél vagy, de valamiért mégsem, vagy a játékban valamiért mégis lelőnek, valami, valami történik aztán rájössz, hogy hát meg, hát A és B nem olyan hát akkor hogy az Istenben tudnék c játszani, de, de, mégis de mész és erőlteted azt a bizonyos c ugye, mert, mert, hogy ott szeretnél játszani, de miközben A és B, A és B-ről folyamatosan hátban ölnek. Na most, és, és, de, de mégis ugye arról szól, hogy, hogy, hogy élvezni szeretnél azt a bizonyos játékot, és nem akarsz elmenni a és B-hez. Na most ugye, viszont ahhoz, hogy hogy élvezni kezdjük azt a bizonyos Lát, játékot, tehát mint, mint, akár egy üzleti életbe is, hogyha valamit végre akarsz vetni, tehát meg akarod a saját boltodat, akkor gondoskodnod kell egy-két dologról, legyen egy helységed, legyen személyzeted, legyenek megfelelő eszközeid és tőkét természetesen, és mindezt egy stabil lábra helyezned, mert ha nem, nem fogod tudni beteljesíteni azt a végső célt, és kielvezni annak a gyümölcsét. Na most a probléma például az A és B és C szituációban, ugye a a problémára a megoldás az az, hogyha elmegyünk és a B-t elfoglaljuk, az A-t elfoglaljuk, azért, hogy utána tisztán ö, játszhassunk játszhassunk célnél. Ez eddig ugye egyértelmű, és akkor jöhet csak kérdés részletekről, de, hogy a faszba nyújt ez megoldást arra, hogy én újra jó legyek, és újra sziporkázzak, és de hiszen én nem akarok annál és B-nél játszani, mert, mert én C nél vagyok jó. És, és, és hogy segíthet az, hogyha A és B-nél vagyok, ahhoz, hogy én újra élvezem ezt az egészet? Na és, és itt jön a lényeg. Mert hogyha A-nál vagy B-nél játszunk, és ugye most ö, egy olyan játékosról beszélünk, akiben már benne van a skill, aki már érti a dolgokat, aki már tudja, hogy hogy kell följutni a csúcsra, aki már tudja, hogy, hogy szituációkra mi a megoldás, és, és ugye, hogyha már ott vagyunk A-nál, vagy ott vagyunk B-nél, egy olyan helyen vagyunk, ami kimozít a kényelmi zónából, a komfort zónából, Egy olyan helyen vagyunk, ahol a, a, a idegrendszerünk jobban kell figyeljen. Egy olyan helyen vagyunk, ahol jobban figyelünk, ahol stresszesebbek vagy, Hát nem stresszesebbek, de hogy jobban kihasználjuk a figyelmünket, a reflexeinket. Jobban kijön mindaz a skill, amit az elmúlt évek alatt uh, tanultunk, és, és emiatt, hogy ez jobban kijön. Emiatt annál és B-nél elkezd sikerélményünk lenni, mivel ha jobban figyelünk és eleve jó játékosok vagyunk, ezért sikerélményünk lesz, mert, mert győzni fogunk szituációkban. Értitek? És mivel a sikerélményünk van, ezért egyre-egyre jobbak kezdünk lenni, egyre-egyre inkább kezd kijönni az a skill, ami már eleve bennünk van, amire elérünk B-hez, már, már ott is egyre-egyre inkább jobbak vagyunk, és, és mert tudjuk, hogy már közel járunk a célhez, az arra megoldást nyújtottunk, habár nem volt kellemes ott lenni, de mivel, hogy megcsináltuk az egészet, megoldást vittünk a szituációba, megoldást vittünk ahhoz, hogy C-hez menjünk, és akkor jövünk B-hez, ott is megcsináljuk, amit meg kell csinálni, és a végén a C az olyan, mint, a, mint a desszert. Érted? Csak meg kell enni azt az első-második fogást is, ami nem feltétlenül rossz kaja. Szóval arra kell gondolni, az első és másik, és nem feltétlenül rossz kaja. Ha megeszed, azt kapsz desszertet. és amire c érünk, arról és bérről addigra már egy olyan ö, ö, feltupírozott állapotban vagyunk, egy olyan ö, erős állapotban vagyunk, hogy c maximális teljesítményt tudjuk hozni. És mindenre az az segített, hogy végigmentük a és bén, nem beszélve arról, hogy már benne van a tudatunk, hogy a C-nél való játékunkat már egy biztos alapfedi fedi a és B-nél, mert, mert elfoglaltuk azokat, a csapatunk előnyt szerzett azon a területen például, és, és C-nél lehet teljesíteni. De, de ugye ez, ez egy betőfőd Mi van például, hogyha Kolo Gyutiról beszélünk, ott, ott legtöbbször Uh, az szokott lenni a megoldás, hogy fölismerjük azt, hogy mennyire rásolnak a csapattársak, vagy mennyire kempelőségek a csapattársak, és ahhoz választunk játéktechnikát és fegyvert, mert a fegyver és pályának van függvénye, vagy, vagy például fölismerjük, hogy milyen pálya jön, és eddig milyen játékosokkal játszottunk, és ahhoz választunk egy, egy adott fegyvert. Na most ez valamilyen szinte betöfénel is igaz tud lenni például, hogy az egy dolog, hogy tehát hogyan fókuszáljunk, problémáról, problémára, vagy szituációról szituációra, hogy még inkább tudjuk segíteni. Mert ugye az nem elég önmagában, hogy fölismerjük azt, hogy A és B a milyen kellene legyen ahhoz, hogy c én ki tudjak teljesen, és az általam élvezett játékot játszak. Az, az, a szituáció nem elég, hanem azt is fel kell ismerni, hogy on belül milyen probléma van, és milyen megoldás kell hozni. Mert tegyük fel, hogy Ona uh, rengeteg a tank, de a csapatod az csak sniper, vagy a csapatod az csak nem tudom, asszolta játszik, akkor értelemszerűen a tagok ellen nincs sok esélye. Tehát ebből adódik az, hogy a, a szituációra a probléma felismerés az az, hogy, hogy hozol egy uh, hozol egy c 4 vagy hozol egy RPG-t, vagy valamit, mivel tankokat tudsz semlegesíteni. Oké, okay, semlegésíted a tankokat, növekszik a sikerélmény, és megnézed a B-t. Ja, hogy a B-nél már több a izé, gyalogos, hát akkor egy olyan fegyvert hozok, amivel gyors reakcióidőt tudok elérni, és ki tudom őket taktikázni. És, és értitek, mit mondok? Tehát onnan is B-nél is különbözőek voltak a szituációk, és a szituációkra volt felismerésed, hogy hogyan kell játszani. Hogyha, mit tudom én, például a helikopterrel játszol, akkor tudod, hogy hiten run technikákat kell csinálni ahhoz, hogy hogy működjön a dolog, vagy lehet, hogy a anti körül kell maradja, hogy effektíven tudj védekezni az ellenséges repülőjárművek ellen, és a többi Tehát Különböző szituációkra megoldásokat kell hoznod. És, és ugyanez így igaz kodra is, hogy ott meg kell tudnod el, hogy milyen fegyver, milyen pálya, és milyenek az ellenfeleid, hogy, hogy a következő meccsre uh, egy, egy jobban felkészült legyen, jobban tudják pörögni, és, és nem tudom, akár beszélhetnék lóról is, ha bár nem éltek annyira a lóról, csak annyit, hogy egy nagyon jó stratégiára épülő ö, játék, gyakorlatilag, és mindegyik karakternek megvan a maga szerepe, de sokszor láttam olyat, hogy az adott karakter ö, az akarta játszani a szerepét, de valamiért nem ment neki, és az adott játékosok játszott vele egyszerűen nem bírt alkalmazkodni ahhoz, hogy azzal a karakternek, aminek tanknak -nag kéne lennie, egy kicsit defenzívebben vagy hiten rannal kellene játszania. Tehát Csap és visszahúzódik és folyamatosan tankot próbál játszani, pedig rég nem az kellett volna, semmiért az ellenfele győzött. És, és, ugye nem volt siker szóval ismert fel a szituáción, ö, szituációra az adott megoldás, de még a szituáció belül is a kisebb szituációra, a kisebb problémára ismert fel a megoldást, és, és, akkor fogsz tudni újra kitesni, mert, mert hogyha felismered a különböző problémákat, a tapasztalatod lesz az, ami segít rá megoldásokat húzni, és mivel, ö, nyújtani, és mivel, hogy ö, ezeket megoldod, ezeket a problémákat, sikerélményed és amikor oda kerülsz, hogy ott játszál, ahol kell, ahol te szeretnél lenni, akkor már gyakorlatilag megállíthatatlan lesz, a végén azt fogod mondani, én, hogy wow, Baszki, az én voltam tényleg. Nos, ennyi lett volna köszönöm a figyelmet, sziasztok!